Néhány ezer forint minden háztartásban szükséges és életet menthet. A szén-monoxid jelzők nem csak a téli időszakban elengedhetetlenek. Az elmúlt hónapok extrém meleg napjaiban több alkalommal vonult a katasztrófavédelem amiatt, hogy a műszerek a gyilkos gáz koncentrációját jelezték. Januártól augusztusig 30 helyszínre riasztották a tűzoltókat a térségben. Az esetek több mint fele a nyári kánikulában történt, amelyeknél a nyílt lánggal égő fűtő-tüzelő berendezések okozták a problémát. Ezek a készülékek ugyanis az égéshez szükséges oxigént abból a helyiségből nyerik, amelyben telepítették azokat. Augusztusban több alkalommal találkoztunk a kánikulával. Ezen időszakon belül gyakran előfordul az a különleges jelenség, amelyet úgy hívunk, hogy légdugó. Tehát a kéményekben a nyomáskülönbség lecsökken, a környezeti hőmérséklet magas, nincs megfelelő húzathatása a kéménynek, és előfordul ilyenkor, hogy visszáramlik az égéstermék, és az égéstermék között ott van ugye a szénmonoxid is, és ilyenkor ugye előfordul az, hogy akár személyi sérülés is bekövetkezik. Rendszerint most már rendelkeznek a lakások szénmonoxid érzékelővel, és az elmúlt időszakban, a nyári időszakban 17 esetben kellett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kivonulni a tűzoltóknak szénmonoxid érzékelő bejelzése miatt. A jelzőműszer beszerzése nem jelenti azt, hogy biztonságban tudhatjuk otthonunkat a szénmonoxiddal szemben. Fontos a tüzelőberendezések rendszeres felülvizsgálata, a szellőzés biztosítása és a kémények szintén rendszeres ellenőrzése is. A katasztrófavédelem munkatársai arra hívják fel a figyelmet, hogy ezeket a feladatokat még időben, a fűtési szezont megelőzően végeztessük el a megfelelő szakemberekkel. Társasházak esetében kifüggesztik a kéményseprő szakemberek, hogy mikor fognak érkezni, tehát itt különösebb teendője nem lesz a kéményen rendelkezőnek, hiszen annyi esetleg, hogy fogadnia kell. Arra viszont felhívjuk a figyelmet, hogy egy lakásos, rendszerint családi házak esetében az ott élőnek lesz a felelőssége, illetve neki a feladata az, hogy felvegye a kapcsolatot a kéményseprőkkel. Ez több csatornán lehetséges, telefonon, írásban, és megtörténjen a kéményseprő kiérkezése. Fontos, hogy a szénmonoxid jelzők élettartamát is szem előtt tartsuk, ami általában 5 év. A készülékek beszerzése előtt pedig érdemes tájékozódni, ebben a katasztrófavédelem honlapja is segíthet. Itt található ugyanis a műszerek pozitív és negatív listája, ami alapján eldönthetjük, hogy milyen típusú jelzőt érdemes a polcon hagyni vagy megvásárolni.